Nátlom mindenki jelentkozzal, és itt lennénk a ChatGPT nevezetű botnál. Mi is ez a ChatGPT? A ChatGPT az egy mesterséges intelligencia, egy bot. Egy robot, aminek a tudása az nagyon nagy, tehát bármire megkérdezheted, és valószínűleg tudni fogja rá a választ. Arra gondoltam, hogy csinálunk egy olyan videót, hogy Brawl Stars kérdéseket fog neki feltenni, és megnézzük, hogy tud-e rá válaszolni. És hogyha tetszik ez a videó, akkor esetleg csinálnék egy olyan videót, amiben megnézzük azt, hogy ő ajánl nekünk egy ötletet, és azt én megcsinálom Brawl Starsban, mint videó. Nos, ez lehet, hogy nem teljesen saját, azt hiszem Vasim csinált valami ilyesmit, hogy a bot ajánl neki valamilyen videót, de hogyha szeretnétek, akkor megcsinálom én is. Szóval akkor először is megkérdezi tőle azt, hogy ismeri a Brawl Stars-t, és akkor nézzük meg. Megkérdezzük tőle, hogy a Na, oké. Okay. Szóval, igen, a Brawl Stars egy mobil multiplayer online battle arena and person hero shooter game development finished by Supercell. Minden tud róla, globál decemberben. Tud baszki, Androiden, iOS, minden tud róla. Nos, akkor megkérdezik tőle pár kérdést kérdezik meg tőle, Oké, akkor megkérdezik tőle azt, hogy meg tudnám nekem mondani azt, hogy mennyi kubát szerzek, hogyha egy 3v3 játékmódban nyerek, a Brawl Stars-ban nyilvánvalóan, remélhetőleg érteni fogja, furán fogalmaztam itt meg, de remélhetőleg jó lesz. Szóval, nézzük! Number of cards on winning 3 game on demand on the trophy and the first one. Te rohadt jól megmondja, hogy mi a... Itt megmondja, hogyha ugye, hát ugye 812 ugye az underdog miatt, de retek jól megmondja. És ugye annyit tudunk majd veszteni, és akkor defeat, és akkor... hogy? Én nem gondoltam, hogy ennyire okos. Most megkérdezik tőle azt, hogy a Supercell cégnek eddig hány játékon az összesen, hányat adtak ki. Most ezt jó köszön, hogy úgy fogja elérteni, hogy amit ugye teljesen globál release, vagy amit ugye hát most így kiadtak. Most azt tudom, hogy a izére, a Squadbusters, ugye azt tud-e, hogy ez még closed beta-ba volt, de már abba sincs. Szóval mindjárt kérdezik meg tőle, aztán... Én nem értem, hogy jobban, jó nem. Aztán megnézzük. Five Games Clash Royale, Clash Royale, igen. És ugye itt most megírja azt, hogy ugye... Amiket ugye teljes mértékben kiadtak, ugye a Clash of Clans, HD, Boom, Beach, yes, Clash Royale és a Brawl Star, és ugye azokat ugye, hát igen, azok ugye a development, meg az ilyesmi, azokat annyira nem. Oké, ez amúgy egész jó válasz adott rá. Five. Amúgy nem tudtam, hogy öt. Mondjuk. Most így összeszámoltam, de eszembe is jutott van az összes, szóval... Érdekes. Most meg fogjuk kérdezni azt, hogy ha a Brawl Stars-ba szeretnék venni 30 gemet, akkor az mennyibe kerül? Jelen pillanatban 999 forintba kerül, de régebben ugye 699 volt, csak gemetettem el, mert most jó kérdés, hogy melyiket fogja nézni, de én nem fogadom, hogy azt mondja, hogy 699, szóval hogy esetleg azt írja, mert ugye tudja, mert az is nagyon jó, szóval kérdezzük meg. Can you tell me you want to let me? Szóval nézzük. Bóval, dobbal, 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 Az nem volt annyi soha, ez olyan más gémet nézett, he? Az nem volt annyi. Nos, tehát 30 dárga kő ára a Brawl Stars-ban, és ugye a játékban. Attól függ, hogy melyik régióban vásárolod meg, és milyen valótet használsz, gondoltam. Az én tudásom alapján Magyarországon általában... Hát, nem. Drága kő, kérlek, vedd figyelembe, hogy ez az információ lehet, nem napra kész, miért változhatnak az árak, de soha nem volt annyi egyébként, szóval ez nem tudom, hogy most a BTV-et kereskedem, vagy nem tudom, hogy más gémet gondolt, de soha nem volt annyi. Igen, mindegy, nem tudta, jó? Akkor maradjunk annyiba, vagy lesz, hogy volt annyi, de akkor ezt ilyen, nem tudom, eddig háromból, ez nem tudom, ezt még mondjam, hogy ez így most mi. Most megkérdezik tőle, hogy helyre az egy jó játékosabb rossz, mondjuk, hogy nagyon jó, és hogy ő ezt tudjuk. De kíváncsi vagyok, hogy ezt a boss tudni fogja. Nézzük meg! Egy jó játékosnak számos képesség és stratégiával kell rendelkeznie. Itt van néhány jellemző, ami segíthet valakinek abban, hogy jó játékosra váljon a Brawl Stars-ban. Na, akkor ez a tutorial videó is lesz. Jó játék ismert, a különböző játékmódok karakterek is pályák mértékessége, hogy jelenleg a Brawl Stars-ban. Milyen gadget, mit csinál, blablabla. Ez elég, hogy ez jó játékos.
jó csapatmunka képesség, nyilvánvalóan, hogyha csapatjátékot mész, egy fontos, hogy néha nézed, oké, jó célzás és reakció idő, hát ez nagyon fontos. A broadside gyors leszerződés és pontos célzást igényel a mozgó célpontok eltalálásához és ellenség támadások kivédéséhez. Képesség alkalmazza összegében egy jó broadside játékos az, aki rendelkezik ismert szerződés. Pontosan? Teljes mértékben igaz, de valószínűleg nem ismerte Hyrát egyébként, szóval. Aki az utolsó, az nagyon egyszerű egyszerű válasz, azt is, hogy ezt még én is tudom, van 11 vagy 10, szóval megkérdezik tőle, hogy hány éves a Supercell cég, nézzük meg, mit fogja mondani. Valószínűleg ezt gondolom tudni fogja, a Supercell development, igen. Igen. A Supercell film mobiljáték fejlesztő cég, amelyet 2020-ban állapítottak. Ja, fejlesztők el, ugyanis, hogy tehát a tudásom alapján, amelynek az utolsó fizetési közben szeretőben volt a cég kb. 11 éves. Pontosan? Oké, ez 10 kérdés volt, hogyha minden igaz. Igazából nagyon jól el lehet szólalkozni ezzel a bottal. Menjétek fel, ezt csinálok, ti is ChatGPT, nem tudom, ezt a leírásban a link. Csakodjatok el vele, ti is, ha tetszettek közül, de akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, és lájkoljatok, és írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek, hogy legyen olyan videó, hogy ez adnak a ötletet milyen. Na, cső!